azért mennyire paraszt vagyok már, hamar én lerakom a birkaólat, mint a saját házamat. Jaj, de szép ez a kamasz. De gyönyörű vagy. Jéééé. Felégevel a két pótkocsi van. Na. Adjuk el a tojásokat szerintem. Eladjuk köl a pénz. Na, induljuk be. Hát, ha már hinni fog a földhivatal. Meg kéne már venni lassan ezt a 11-es földet. Meg mellette a Szántó földet, a 22-es földet. Jaj, ott a... De még neki kéne állni tárcsázni. Nevetni kell a következő búzát, mert úgy eszkezek a tyúkok, hogy csak na. Nehéz ez a mezőgazdaság. Jobb lett volna maradok a kamion az ásnál. Na, már nagyjuk is elfele. Ó, megint dől a pénz. 400 ezrünk lett. Jézusom, 400 ezer. Hát a úristen. Már akkor megyünk, veszünk egy vetőgépet. Jó lenne hína a földhivatal is. Félre is állunk ide. Hoppa, álljál le. Jó. Lassan majd jobb traktort is venni kéne. Várjunk, már csörög a telefon. A földhivatal hív. Na akkor. Jó napot! Hello, Józsi! Itt Józsi beszél. Igen, eladó a 4-es föld. Ha ráérsz, ma akár meg is tudod venni. Jó, rendben. Figyeljen már, még azt szeretném kérdezni, a 11-es föld eladó-e? Meg a mellette lévő Szántó föld. Igen, eladó mind a két darab, az a mi tulajdonunk. Ha most bejössz, meg tudod azt is venni. Ó, rendben, oké, és köszönöm szépen. Akkor már megyek, és egy ilyen óra múlva ott vagyok, jó? Viszont hallásra. Viszont hallásra. Na végre még a Szántó föld. Menni kell be, azt meg kéne venni. Gyors elmegyünk érte. Megveszük már. Azt majd utána vásárolok. A föld az fontosabb, mint a... Úristen, ez jól a sanyidó. Ez is már. Le kéne cserélnem azt az Zetort is. Igaz, de nem adjuk el. Ez Béci bácsi Zetor, ezt kaptuk. De lesz most, hogy ki lesz állítva a teljes szelé. Meglássuk. Mindjárt körülnézünk itt a baudon, mik a különleges ajánlatok. Jaj, már meg is érkeztünk. Na. Na és akkor megyünk, megveszük a Szántó földet. Lesz házunk most már. A 11-es földet és még a 4-es földet is. Na. Nagyon jó, nagyon jó. Megvettük a földeket. Ráadásul a 11-es mellett a másik föld. Azt mondták, hogy az is az ő tulajdonokban van, és ugyanannyi az ára, és kicsit nagyobb. Így hát úgy voltam velem, hogy van pénzem, megvettem azt is. De itt valahol meg kéne fordulni, tehát most 3 földet vettem. 3 föld. Tehát így most már van, azt mondja, van 4, 5, 6, 7 földön, meg egy Szántó, vagy a Füves föld. 7 föld. Jaj, vigyál már, mert sietni kell. Rengeteg pénzünk van. És még lehet, veszünk egy tyúkólat. De mindjárt nézünk valami traktort. Elsősorban. Jaj. Hoppá, itt félre is állunk. Jó. Álljál le. Na. Nézzünk is körül. Na és sikerült bevásárolnom nagyjából. És még maradt 61 ezrem. Vettem még egy kamaszt. Ez nagyon jó kis kamasz. Meg vettem két új pótkocsit, ami sokkal nagyobb. Meg ja, vettem tikolat. Hát traktorból nem volt olyan jó félék, így hát inkább még most nem vettem. Bú, de szokni kell ezt a kamaszt. Ja, és igen, ide vettem, mert megvan véve ez a föld, meg ott az a másik, arra még van is vetve valami. Napraforgó, jó. Álljál le. Akkor venni kéne egy napraforgó adaptert is. Tehát igen, a 10-es vettem meg a 4-es helyett, és megvettük itt ezt a mező, ahol már felépítettem,
Egy birka olat, elvileg ezeknek csak vizei kell, víz vagy gáz, és hát itt van gáz, tehát hogy, ja, na, menjünk is, és hozzuk a többi cuccot. És vettünk is egy új trakeszt, ami egy ilyen fiatal gyűrű vizé valami, de turbós, DT, ja, Fiat, ott van Fiat. Egy Fiat traktor. Na, ugorjunk be. Nézzük belül milyen. Óhó, micsoda műszerek, minden. Na, induljunk be vele. Ó, aha. Jó, nagyon jó. Jó, hú, hát ez ugrik öcsém. Jézus Isten, hogy indul. Ez lesz a kaszáló. Jó, itt előzünk. Jó, nem kéne előzni, nem fogunk kell félni. Nem, én most így gondolkodok, hogy egy izé van rajtunk. Vetőgép. Hű, mert ez keményen megy. Most kéne megelőzni. Úgy szabályozzuk. Megelőztük már? Jó, megelőztük, jó, bemegyünk elé. Marát, ez nagyon veszélyes. Sebeg ez a vetőgépen, már nem is kell tárcsázni, igaz? Igen. Ja igen, mert itt van, vagy nem tudom, nem értek én ehhez. Alakul a géppark, azt kell, hogy mondjam, alakul. Áj, de nagyon-nagyon jó az a traktor. Irányításra is nagyon jó kis traktor. Meg megy, mint veszedelem. Már csak jó lesz ez a vetely, vagy mi ez? Fűfasza. Arra leszek én kíváncsi. Kipróbáljuk itten. Csapunk vele egy kört. Le kell engedni. Ó, jó. Csak 12-vel húzza. Na jó, van akkor. Hozzuk az etort. Itt át kéne ugrani. Ó, jó. Még azon gondolkodok, venni kéne még egy pótkocsit. Vagy valami platausi fát. Kéne venni az ilyen műtrágyáknak. Megnézzük, mik vannak még itt. Na, össze van szedve itt minden. Na, indulj meg már. Összeszedtek itt a műtrágyát, gyomírta ott magokat. Hogy egybe kéne csatolni. Hát nem lesz egyszerű. Nem lesz egyszerű megoldani, de megpróbáljuk megoldani. Jó. Ja, sikerült. Jaj, itt a pótkocsi is. Igen, és hát ilyen jön a krazzal. Vagy kamaz, nem tudom miért azt mondok. Ő azért erőlködik. Hát igen, erről beszélek, hogy 25-tel megy. Ez csak pótkocsi van ráketve. Jaj, jaj. Ajaj. Elásta magát. Meg kéne tolni. A kurva anyádat. Erégy már innen. Előre se hátra, se előre. Na, jó, most már megindult. Jó. Hát igen, ilyenkor már nagyobb ébe kell jóval fordulni, hogy sikerüljön bevenni egy kanyart. És kész a föld, most már lassan csak a házat. Tehát azért mennyire paraszt vagyok már, hamar én lerakom a birkaulat, mint a saját házamat.
Azt gondolom, hogy ez a 22-es föld, ez... Húva drága. Nagyon drága. Ó, vágóasztalt nem vettem. Nem, és már mindegy, hát... Azt gondolom, hogy már lassan el kéne adni ezeket, mert nagyon nagy helyet foglalnak. Én is venni egy ilyen... És hát építeni kéne egy ilyen nagy téglába, vagy nem is tudom, miből szoktak ilyen... Mert csűr, hát nem csűr, hanem tyúkolt, csak fedett. Nem GMO-mentes, tyúkok, eladók. Jó, lassan, meg is érkezünk. Lassan, lassan, de biztosan. Jövünk is be. Azt hiszem még a... Silóban van egy kis arpa, azt hiszem azt tesznek a tikok. Igen, azt tesznek. De abból a műtrágyából meg már kéne jött a gáz. Műtrágy a szauróból. Ha jól emlékszek, van még itt egy kis arpa. Ezt áthaladunk. Hát, ha be tudjuk indítani az új... Ott van. 8600 liter. Ja. Beindítsuk az új csirkeólat is, csak beindítom már. Hát hermelynek már. Ja. Sok azt nem esznek. Jó. Na már most akkor rá kéne állni a vetőgépre. Azt hát neki kéne állni vetni. Hát ebben hogy kell felállni, mert már hozzászoktam a másikhoz. Nem most veti? Elvileg veti, de fura. Na jó van akkor. Sikeresen megetettük a birkákat. Sziasztok, birkucik! Bleh, oly de gyönyörű vagy, jó. Na. Na hát megetettük itt a birkákat, legyomírtóztuk, műtrágyáztuk a fejüdeket, levetettük, ja, kivágtuk ott az fát, a nagy fákat is kivágtam itten. Hello, hello, helikopter, hello, hello. Na ki vannak vágva a fák is innen. Itt a szotyiföld, a szotyiföldet is le tudjuk aratni. És... Ja, most már megint csak aratni kéne megint. Immár azt mondja, hogy egy, kettő, meg ott van még két nagy föld, ami amúgy négy, tehát akkor négy, öt, hat földünk, de viszont ez csak kettő, tehát négy földünk van. Tehát ezek is le vannak gyomírtahozva, és műtrágyázva is. Ami a legjobb hozamot fogja elvileg hozni nekünk.
No már most a John Deere-ra vettem én egy vágóasztalt, azt lehet el kéne hozni, be is ugrunk, ezt itt, hát beindítsuk, na, engedd vissza, jó, leakasszuk. Elmegyünk a boltig vele. Elásta magát a John Deere. Ja nem. De. Nem, nem ásta ez el magát, csak mondom, beleakadtunk itt a kamaszba. Jaj. Jó. Tehát szépen el van ültetve. Elvetettük, gyomét osztuk, mi trágyáztuk, mind a négy földet. És ja, megvettünk birkákat, meg adtunk nekük ennit, meg innivalót, vettünk egy locsolót, vagy egy ilyen tartályos pótkocsit, egy forsét pótkocsit vettem, ami elvileg 8000 liter, most hát nem elvileg, hanem 8000 literes. Így hát szerintem egy ideig nem lesz hogy baj. Nem tudom, hogy mennyire megére is a gyapjú, de viszont annyira úgy megére is, elméletileg, így ahogy én kigondoltam, hogy mi hogy ennek, ezeknek csak fű kell, a fű az meg itt van mögöttük, meg víz az meg konkrétan ott van mellettük. Így hát szerintem ezekkel egy ideig nem lesz baj. Elvileg 50 férőjes az a istálló szerűség. De viszont nagyon örülök neki, hogy megvehettük ezt a 11-10-es földet a 4-es helyett. Igazul is meg fogom én a 4-est venni, mert előbb-utóbb, na azon vettem észre magam, hogy kezdjük kinőni a TS-t. Tehát azon gondolkodtam én itten, elfér itt a autó el. Azon gondolkodtam, hogy majd a 11-es, 10-es föld, meg a többi, azon lesznek, meg a hoppá, kurva, szókabliát! A 20, 22, 21, meg a 3-os, meg az 1-es, 2-es volt. Lesz az ilyen csirkeol, meg a birka ol. Elébb utóbb. De közben megyünk és aratunk. Elvileg most nagyon jó hozamnak kell lennie. Felemeljük. Elvileg nagyon jó hozamnak kell lenni a búzának, mert hogy le van gyomítózva és műtrágyázva. De ez a John Deere, ez nagyon jó kezelhető, olyan szépen lehet kormányozni. Meg az a két kamazzal szerintem sokkal jobban leszünk, mert most már úgymond két föld vagy négy földünk van. Így az egyik kamaz ezen a földrészen lesz, a másik meg ott az 1-es, 2-es, 3-as és 21-es földön. Jó, sziasztok birkák! Berúgjak máma! Kicsit pörgök, mert máma már bevágtam 3 energitalt. Aztán pörgünk. Sőt, szerintem én ezzel neki is állok már most, a szotyit levágom. Itt jövök is ide be. Ó, nyert, itt tápla. Ja, össze, az jó, új vágóasztalt össze, ha karcolom. Tehát itt nem gyomírta oszta le ezt. Na mindegy. Na leeresszük. Elvileg, és már így lehet is. Elvileg ez vág. Ó, hogy ne vágná. És telünk is megfele rendesen. Nem tudom, milyen árban van a szotyi. De viszont hát konkrétan mivel hogy ez rajta volt, ezért mi most learassuk, így hát 70 ezerért vettük ezt a, most hát 70 valahány ezerért vettük ezt a földet, 74 ezer anyanyol, ha már 10 ezert visszahoz már az is jó, mert akkor csak 60 ezerért vettük. Na, aratunk, arassuk a napraforgót. Jaj, ott kihagytam egy kicsit. Közben meg majd egyszer, amikor unatkozni fogok,
meg ha majd a búzó is benőtt és azt is le fogjuk aratni, akkor majd egybe szántom ezt a 10-est és 11-es földet, ha majd a búzát is elarattuk.